Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható augusztus hónapban a halak jegyében születetteknél? Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást. A díjam 3500 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a csillagok. Jupiter bolygó és Neptun bolygó a halak jegyében van. Mindkettő jól érzi itt magát, hiszen mindkettő uralkodik a halak jegye felett. Jupiter bolygó visszatekintő, Neptun bolygó szintén visszatekintő, itt még a múltról van szó, vagy kármikus témákról. Jupiter bolygó szerencsét hoz, adja a lehetőségeket, Neptun bolygó mutatja az álmokat, a vágyakat, és ha hiszel ebben, akkor most ez az álom megvalósulhat. Szaturnusz bolygó az a bak jegyében van az indiai számítás szerint, és Szaturnusz bolygó kihat a sorsodra, a sors utadra. Itt lesznek változások, előre mennek az események, Szaturnusz bolygó segít neked ebben. Mars bolygó a szomszédban van, a kos jegyében, ez lehet a te életerőd, vagy egy férfi, aki ott van a közelben, akiben megbízhatsz. Vénusz bolygó olyan távolságban van a halak jegyétől, ami nem előnyös, viszont hamarosan elhagyja az ikrek jegyét, áttér majd a rák jegyébe, és akkor a víz eleme a rák jegyéből nagyon sokat tud segíteni, hiszen a halak jegye szintén a víz eleméhez tartozik, megvan az egyhang. Merkur bolygó jelenti a cselekvéseket, utal kommunikációra vagy szerződésekre, az oroszlán jegyében van, ami bizonytalanságokat vált ki a halak jegyében születetteknél. Elgondolkodsz azon, hogy mit akarnak, mit várnak el mások tőled, vagy töprengsz azon, hogy kimond-e azt, amit szeretnél kimondani, vagy jobb lenne, ha visszahúzódnál, és hallgatnál. Ezek a bizonytalanságok. Augusztus 12-én teli hold van. Teli hold megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, itt a céljaidról van szó. Augusztus 27-én új hold van. Ez azt jelenti, húzódj vissza, meditálj valami felett. Ez az új hold Regulus csillag hatása alatt áll. Regulus csillag a múltban a királyoknak a csillaga volt, és utal a szívünkre. Ez jó, ha most itt van egy szívnyitás. Én a szívünket egy kincses ládával szoktam összehasonlítani. Nyisd ki ezt a kincses ládát, mert minden benne van, amit szeretsz, vagy akit szeretsz, vagy amit kedvelsz. Augusztus 1-én Mars bolygó és Uránusz bolygó együtt hat. Itt vannak változások, meglepetések, és ez kihat a férfiakra. Augusztus 24-én Uránusz bolygó megáll, utána visszafele halad. Uránusz bolygó hatása alatt mindig vannak változások. Mivel visszafele tekint, ez utal a múltra. Azt is jelentheti, hogy valaki gondol rád a múltból, és visszatér hozzád. És most megtekintjük a kártyák üzenetét. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, a fölötted lévő kártyák utalnak a gondolataidra. Ez a férfi a lelki társad, de jelenti a férfiakat is, és itt felül ezek a kártyák utalnak az ő gondolataira. Fölötted megjelenik a felhő, számodra még valami átláthatatlan.
Ez utal az anyagiakra, hiszen a halak jelentik a pénzügyi dolgokat, és utal erre a házra. A ház jelenti az otthonodat, a szülői házat, a rokonokat, vagy a környezetet, a szomszédokat. Mivel itt anyagiakról is szó van, vagy esetleg szerződésekről, ez lehet egy lakás, vagy egy ház eladása, vagy vétele. Itt mögötted megjelenik a kála virág, az jelenti a tisztaságot, tehát itt megtisztítasz valamit, ez lehet egy nagy takarítás is, vagy itt tisztul, rendeződik a helyzet. Ami az ő gondolatait illeti, te megjelensz az ő gondolataiban. Itt van a levél, egy hír, és a madarak jelentik a beszélgetéseket. Tehát ő keresi a kapcsolatot, szeretne tisztázni veled valamit. A nap szintén a valóságra, a tisztaságra utal, és itt látható a négy levelű lóhere, ami szerencsét hoz, tehát itt egy jó hírről van szó. Ez a férfi szeret téged, de nem mondja, hogy kinyíltan, mégis valamit szeretne veled tisztázni. Előtte ott van a virágcsokor, ez a virágcsokor összeköt benneteket, hiszen te is egy vonalban vagy a virágcsokorral, ő is egy vonalban van, tehát ez a kártya köt össze benneteket. Itt a te szépségedről, nőiességedről van szó, vagy ő szeretne meglepni téged egy ajándékkal, vagy jön egy meghívás. Visszatérve még a felhőre, a felhő nem csak azt jelenti, hogy valami átláthatatlan, hanem utal a múltra, mégpedig fél évre, mi történt fél évvel ezelőtt, ezeket a dolgokat kellene tisztázni. Az ő gondolataiban megjelenik a torony, és a torony utalhat korlátozásokra. Itt mellette van a hegy, jelenti a nehézségeket. A torony utalhat hivatalos dolgokra, vagy egy bírósági ügyre is. Itt van a hamisság, egy hamis döntés, vagy hamis személyek. Lehet, hogy nála vannak félelmek, és ez az érzés nem tesz jót neki. De lesznek itt változások, hiszen itt egy vonalban megjelennek a problémák, a hamisság és a gólyák jelentik a változásokat. Amit ez a torony még jelenthet, hiszen egy vonalban van itt a fa az utal egészségügyi témákra, akkor a torony az lehet kórház is, hogy valaki beteg a családban, de lesznek változások, itt van a változás, itt rendeződik valami, a szerencse, és a nap jelenti a gyógyító erőt, a megújulásokat, ezt a kisugárzást, az életerőt, és itt megvan ez a fiatalos kisugárzás, tehát lesz gyógyulás. Persze a kórház, az egészségügyi témák jelenthetik a munkát, vagy a hivatást is, hogy te ezen a területen dolgozol, vagy ez az ő hivatása. Itt lesznek újdonságok, megvan a vonzalom kettőtök között, itt a szerelem, ami szerencsét hoz számotokra. Lehet, hogy akkor, ha Vénusz bolygó áttért a rák jegyében, és akkor megvan ez a szerencse, ami a szerelmet illeti. A horgony jelenti a munkát és a hivatást. Itt voltak a múltban nehézségek, de ez lezárul. Szerencséd lesz, ami a csillagkép még jelenthet egy spirituális terület. Itt az utak jelentik a lehetőségeket, és itt döntésekről lesz szó. Ez lehet egy munkahelyi változás. Itt a kasza elvág valamit, mint például ezt a hamisságot. Ez lehet egy hivatalos dolog, egy bírósági ügy, de lehet a munkahely is.
A munkahelyeden nem érzed jól magad, hiszen az ostor megjelenik itt, és az azt jelenti, hogy valaki meg akar bántani téged, vagy megbántott téged, de itt a kassa eltünteti ezeket az érzelmeket, vagy ezt a személyt. Azt is jelentheti, hogy te felmondasz, és lesz egy munkahelyi változás. Itt láthatóak az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, el tudnak távolítani bizonyos kártyákat, bizonyos dolgokat, vagy egy szemét. Az egerek felfalják az ostort, tehát elmúlnak ezek a fájdalmas emlékek. Az egerek el tudják a horgonyt szintén távolítani, akkor az jelent egy munkahelyi változás, és itt lesznek a döntések. Az egerek alatt megjelenik ez a könyv és a kígyó. A kígyó az lehet egy hölgy, de mivel a könyv utal a tudásra, és az egerek ezt eltávolítják, akkor ez azt jelenti, ennek a nőnek nincs meg a tudása. Mégis játssza a főnök nőt, az is lehet, hogy a főnök nőt, de nincs meg ahhoz a képessége, hogy ebbe a pozícióba legyen. Tehát vannak itt azért nehézségek a munkát illetően. Persze az egerek el tudják távolítani a kígyót is, hogy esetleg ez a nő eltávolodik a munkahelyről. Itt az utak jelentik a döntéseket, ugyanúgy, mint ez a kereszt. Mert elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt is döntésekről lesz szó. Itt kinyílik számodra egy új ajtó, ezek lehetnek lehetőségek, mint például egy továbbképzés, amire ez a könyv utalhat. És a fa jelent egy bizonyos helyet, ahol úgy érzed, igen, itt ide érkeztem, itt le tudok gyökerezni. Tehát segít abban, hogy elérd a céljaidat, éled a hivatásodat, lesz egy megfelelő munkahely, vagy lakhelyváltozás. Az a fontos, hogy meglegyen a biztonság érzete. Amit a kereszt még jelenthet, amikor a sors utatok kereszteződik. Ez lehet a párkapcsolat. Itt érzelmekről van szó, változnak a dolgok, és a hajó jelenti a reményt. De jelent külföldi kapcsolatokat, utazásokat. Ez az út lehet egy belső, lelki út is, és így megvannak a mély érzelmek és a szerelem kettőtök között. Amit ez a kígyó még jelenthet, ez a nő, akinek nincs meg a tudása, vagy azt is jelentheti, hogy eltitkol előled valamit, de kiderül az igazság, mert az egerek eltávolítják a titkokat. Amit a kígyó még jelent, a változások, a megújulások, vagy egészségügyi témák. És itt a könyv akkor lehet, hogy azt jelenti, hogy lesz egy továbbképzés ezen a területen, de úgy augusztus hónapban még nem a megfelelő időpont, mert az egerek eltávolítják ezt a lehetőséget. Később kinyílik itt számodra egy ajtó, később szeptembertől fogva, akkor indíthatod azt, hogy legyen továbbképzés. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét augusztus hónapban itt látható. A téli hónapokban voltak nehézségek, de ez lezárul. Ez a koporsó jelenthet egy bírósági ügyet, egy örökösödési ügyet is. Itt van a hamisság és a nehézségek. Lesznek kapcsolatok, ami a barátokat illeti fontos beszélgetések, ahol tisztáztok valamit.
ami az anyagiakat illeti, itt a fejed fölött van a felhő, ez utalhat bizonytalanságokra vagy félelmekre is az anyagiakat illetően, amit a felhő még jelent, valami átláthatatlan ezen a területen, és szeretnél tisztázni bizonyos dolgokat, az anyagiakat illetően, az otthonodat, a rokonokat illetően is. Itt voltak problémák, nehézségek a munkát illetően, hiszen valaki megbántott téged, vagy nem érzed jól magadat a munkahelyeden. Itt megvannak a lehetőségek most, hogy változtass ezen a helyzeten. Második hét, augusztus hónapban itt látható. Ha egy hölgy vagy, te állsz itt a középpontban. Sok mindent szeretnél itt rendezni, tisztázni. Az anyagiakat is, az otthonodat is. Van a háttérben még egy bírósági ügy, vagy egy hivatalos dolog, vagy az is lehet, hogy ez a torony a fával együtt egy kórházra utal, valami, ami téged fogva tart, amit szintén tisztázni kellene. Te eltekintesz ezektől az eseményektől, mert ez kellemetlen lehet számodra, de mégis megvan a lehetőség arra, hogy megkapd a segítséget. Itt az egerek nagyon sokat segítenek neked. Sőt, ez a sarló szintén segít, elvág bizonyos dolgokat, fájdalmas emlékeket, vagy egy szemét, aki megbántott téged, ezeket a korlátozásokat, vagy hivatalos dolgokat, ahol nem úgy mentek az események előre, ahogy te ezt elvártad. Tehát az egerek eltávolítják ezeket a dolgokat, nem kell félned. Harmadik hét augusztus hónapban itt látható. A fa jelenti a gyógyulást, vagy egészségügyi témákat. Lehet, hogy ez a hivatásod, vagy az ő munkahelye. Amit a fa még jelent, te keresed a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni, ahol megkapod az elismerést, ahol megvan a kisugárzásod, a szerencse. Itt ez a pecsét, az segít abban, illetve azt közli veled, igen, ez így fog történni. Azon kívül lesz egy jó hír, itt tisztázódik valami. A kereszt jelentheti a hitedet, de azt is, hogy fontos döntéseket hozol, itt lesznek kapcsolatok, ajánlatok, lehetőségek, és a könyv az jelentheti a tudásodat, vagy egy tovább képzést, de ezt az egerek még eltávolítják, tehát nem a megfelelő időpont ezt indítani augusztus hónapban. Utolsó hét itt alul látható. Ez a férfi gondol rád, szeret téged, akkor is, ha nem mondja ki nyíltan, mégis tisztázni akar veled valamit, lesz itt egy meglepetés, egy újdonság, egy új kezdet, itt a változások, de itt a képek, a hold, a gólya, a gyermek jelentheti egy kisbabának a születését is. Itt van köztetek egy lelki kapcsolat mély érzelmekkel, lesznek utazások, vagy egy meghívás, vagy valaki meglátogat téged, vannak külföldi kapcsolatok. Itt a kígyó jelenti a változásokat, a megújulásokat, a gyógyító erőt, itt az életerő, és a kulcs, a te önbizalmadat, a lehetőségeket. Itt kinyílik egy ajtó számodra, és a gyermek szintén azt jelenti, lesz egy új kezdet. És én kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!